Ha valaki esetleg nézte az általam készített a videókat, annak először is köszönöm szépen, másodszor pedig az tudhatja, hogy nem olvastam addig a pillanatig a sorozat alapjául szolgáló tűz és vér könyveket, ez viszont most elkezdett megváltozni, mert elkezdtem a regényt kiolvasni, és az első fejezet alapján elkezdtem azon gondolkodni, hogy szerintem hogyan lehetne jól megcsinálni az Egon a sorozatot, úgyhogy sziasztok ez itt a Poetry Vision, én Norbi vagyok, és akkor beszélgessünk erről a témáról. videóban nem a hódítás történetét fogom részletesen elmesélni, nyilván lesznek megemlítve elemek, de inkább arra szeretnék fókuszálni, hogy szerintem hogyan lehetne ezt sorozattá tenni. Kicsit kísérletezés ez a videó, olyan dolgokra szeretnék kitérni, hogy hány rész lesz, hány évadot szeretnék, mik lennének egy-egy részben, szóval ilyenekre, és ezt teszem úgy, hogy nyilvánvalóan nem vagyok sem forgatókönyvíró, sem bármilyen más író, nagyon maximum író, viszont gyerekkorom óta nagyon szeretek történeteket kitalálni és írni, szóval azért is gondoltam, hogy megpróbálom, hogyan lehetne egy ilyet videóba ültetni. Aztán könnyen lehet, hogy sikerül egy sokkal rosszabb ötletet felvázolnom nektek, mint amire majd az eredeti sorozattól számíthatunk. Na de akkor nézzük, hogy mik azok, amikre mindenképpen figyelni kell. Maga az alaptörténet annyira nem gazdag karakterekben, és érdekes konfliktusokban sem, hogyha ezt egy az egyben adaptálnánk, akkor epikus harcjelenetek bőven lennének, viszont a fejlet nem csak a cím miatt lenne egyértelmű, hanem olyan túlerő miatt is, mint amit a sárkányok képviselnek, és ezt nagyon fontos is megtartani, ezen semmiképpen sem változtatnék, kellenek és lennének is az én sorozatomban minden, majdnem minden részben epikus harcjelenetek, viszont emellett fontos lenne, hogy a karaktereket minél jobban kidolgozzuk, mert abba az alaptörténet nem, nem nagyon ment bele, és így ezáltal a sorozat érdekessége szempontjából fontosabbá kell tenni kevésbé fontos regénybeli karaktereket, egon mellett is. Olyanokra is gondolok itt, akiket a hódítás során legyőz, hogy az ő bukásuk is megérintse a nézőket, és ezáltal az egész konfliktus még izgalmasabbá és még emberi váljon. Szóval itt a lényeg, hogy nem csak egon szempontjából lennének bemutatva a dolgok, hanem megismernénk pár olyan szereplőt is, akiket valamilyen formában a hódítás során legyőz. Rajta kívül pedig természetesen, hogyha nem is ugyanolyan kiemelt szerepet, de határozottan jelentős szerepet kell kapnia a két testvérének és feleségének, viszonyának és rénisznek, főként a kettő közötti különbséget érdemes szerintem kiemelni, és ezzel is színesebbé tenni a sorozat karakterpalettáját, valamint nekem még nagyon érdekes volt a barátsága Oris Barassiannal, egyrészt a jövőbeli események miatt, ahol a két ház fogalmazunk úgy, hogy eléggé egymásnak fog feszülni, másrészt pedig a plegykák miatt, hogy Oris esetleg Egon féltestvére. Viszont itt nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy minimális utalás sem kell tenni a jövőbeli eseményekre, nyilván csábító ilyenkor valamilyen szempontból belecsempészni ezt a párbeszédbe, és valami olyasmit belerakni, hogy majd te leszel a házam végzete, vagy valami ilyesmi, de ezt szerintem mindenképpen el kell kerülni, hogy minél hitelesebb legyen ez a sztori. Nagyjából úgy kezelném a történetet, mint ahogy a trónok harca egyébként, hogy minden területről kapnánk eseményeket, itt is a hódítás előtt megismerhetnénk a hét királyt, meg még akár egy-két szereplőt mindegyik területről, tényleg azért, hogy érdekesebb legyen majd a későbbi harc, de nyilvánvalóan közülük is fontos kiemelni párat, nem lehet mindenki egyformán érdekes. Az én választásom pedig talán a legkézenfekvőbb karakterre, Fekete Hárenre esett, aki egyfajta főgonoszként is funkcionálhatna egy darabig. A másik ilyen pedig, akit kiemelnék, az Torrance Stark. Érdekes lehetne a kontraszt a két végkifejlet között is egyébként, illetve tudom, hogy megosztó, de hogyha már a sárkányok háza kánonná tette, hogy Egon valóban látó volt, így az egyeségük között tényleg szerepelhetne a mások említése is, legalábbis ez szerintem hitelesebb, mint hogy egy Stark csak úgy harc nélkül feladja észak függetlenségét. Amit még szerintem fontos látnunk, hogy mit nyernek és mit veszítenek a hódítással a különböző királyságok, mert nyilvánvalóan egy ilyen eseménynek nem csak pozitív, vagy nem, vagy nem csak negatív hatásai vannak, hanem rengeteg a kettő közé eső, szubjektív nézőpontra és élethelyzetre épülő következménye is van, és ezt mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a hódítás ne csak nagyon jó vagy nagyon rossz legyen. Valamint Egon ábrázolásából ebből a szempontból fontos, hogy nem szabad őt úgy megközelíteni, hogy egy hős, aki felszabadítja Westeroszt fehér lovon, vagy sárkányon. A szándékai a saját szempontjából mindenképpen nemesek, ezen semmiképpen sem szabad változtatni, de például érdekesebbé tehetni a karaktert, ha magát egyfajta megváltóként kezelni, és így nem is veszi észre, vagy nem akarja észrevenni a negatív vonzatait a cselekedeteinek, mert az elsődleges célja mégiscsak a királyságok meghódítása és a trón megszerzése. Westeros csak másodlagos. És hogyha már itt tartunk, rendkívül érdekes kérdés szerintem, hogy egyáltalán miért akarja ennyire egységesíteni Westeros-t, ebben a könyv azért hagy mozgást ered, viszont a sárkányok annyira nem szóval így maradnia kell itt is szerintem a látomásnak, mint mozgatóelemnek, viszont ez érdekes lehet szerintem, hogyha magát a látomást nem mutatjuk, maximum utalgatunk rá, egészen addig, amíg nincs meg a találkozója a Torrent Starkkal. Nyilván nem ez lenne a legnagyobb fordulat, mert a sárkányok háza alapján is betippelhető, hogy jön egy ilyen fajta beszélgetés közöttük, de szerintem hatásosabb megközelítés lenne, mint hogyha a látomással kezdődne a sorozat, és akkor látnánk, hogy ez mozgatja Egon döntéseit, így viszont legalább egyfajta érdekes háttérrejtéként működhetne, hogy senki nem tudja pontosan, hogy miért szeretné westeros veszterost. De hogyha meg is tartjuk a látomást, kicsit azért lehet változtatni rajta, például valahogy úgy, hogy maga a látomás nem volt teljesen pontos, és hogy igazából nem csak segített, de gondot is okozott, mert így a birodalmat bár egységesítette, néhány fontos ellentétet például meg is alapozott, ami a kitartó egység ellen fog dolgozni kvázi mint végig. Vagy valami ilyesmire gondolok. Na de akkor nézzük a részeket, hogy azokat hogyan tenném össze, nagyjából melyikben milyen esemény lenne kidolgozva, direkt nem döntöttem el elolvasás és videókészítés előtt, hogy hány részesre szeretném a sorozatot, hány évadosra, hogy majd a történet adja, hogy ezek hogy jönnek ki természetesen. Tudom, hogy az igazi sorozat készítői nincsenek ilyen szerencsés helyzetben, mert őket nagyon sok gazdasági döntés is korlátozza, de én szabadabban tudom megközelíteni ezt a témát, szóval így is tettem meg. Magát a részek leosztását egyébként nagyon felületesen fogom elmondani, szóval attól nem kell félnetek, hogy most egy forgatókönyvet felolvasok, arra sajnos nincs is időm megírni, csak így, hogy nagyjából lássátok, hogy hogyan lenne az egész sorozat felépítése epizódokra bontva. Az első résznek rengeteg alapozást kéne megtennie, minden fontos karakterbe kéne mutatnia, Egont, a testvérfeleségeit, több Westeroszi királyt, és a különálló királyságok működését is meg kéne mutatni, már csak azért is, mert ezek olyan dolgok, amikről keveset tudunk. Ezen felül pedig a bonyodalmat is itt jelenítenénk már meg, hogy Egon hódítást tervez, miért tervez hódítást, szóval itt utalhatunk a látomásra, de semmiképpen sem mutatjuk. Még akár lehetne olyat is, hogy a feleségei is megkérdőjelezik, hogy miért szeretné ezt az egészet. A párbeszédek során például többször felmerülhetne Valéria aranykora is, hogy arra is utaljunk, hogy ez egyfajta megalománia vagy egó kérdés, hogy szeretnének ekkora hatalmat elérni, és hogy szeretnének egy ugyanolyan aranybirodalmat létrehozni, mint amilyen az gondolták, vagy amilyen az volt. Illetve a sárkányok rendkívül fontosak a hódításhoz, ezért már itt az első részben ők is megjelennének. Az epizód fő konfliktusa Egon és Argailak konfliktusa lehetne. Azért ezen keresztül például láthatnánk, hogy Egon nevezik önbizalomnak, szóval erős önbizalommal rendelkezik, és hogy ezt valaki megsértette. A gyűlés lenne a rész második fele, amikor összehívja a, a lordokat, és itt a hetedik nap végén, ahogy felszállnának a hollók, hogy elvigyék az üzenetet, ez lenne az epizód lezárása valami nagyon epikus zenével, ahogy láthatnánk, hogy Westeros különböző területeire megérkeznek a hollók az üzenettel, szerintem ez egy nagyon hatásos befejezés lenne. A második résznek mindenképpen fontos eleme lenne a Westerosi királyok reakciója és Egonék készülődése is, de nem szeretném, hogy túl lassan csorogjanak az események, így bár ha el is akarnánk húzni a történetet, akkor ezt az egészet kézenfekvő lenne akár egy egész részre kinyújtani, de én ezt most nem tenném, mert ezt szerintem úgy kéne felépíteni a sorozatot, hogy minél több epikus ré... Legyen. Így már helyette, már itt a második részben megjelenne a hódító első nagy tesztje. Lord Darklin és Lord Muton, és az ő seregeikkel való megütközés. Itt jobban előtérbe kerülhetne például Egon és Oris barátsága, valamint Oris katonai jelentősége is az egész hódításra nézve, valamint az is, hogy még egy egyesített sereg is mennyire kevés eséllyel néz szembe Egonikkal. De fontos, hogy ne csak a csaták legyenek megjelenítve, hanem fókusz kapjanak a karakterek is, és inkább az ő reakcióik legyenek a fontosak az egész eseményben. Ilyen Egon, a Breniz, illetve legalább egy-két jelenet erejéig fontos lenne itt is lát... Hárend és Torrent is, ahogy reagálnak az egész esemény sorozat kirobbanására. A harmadik részben már javában zajlik a hódítás, viszont nem szeretném, hogy csak és kizárólag harcok vegyék el a figyelmet, úgyhogy a könyhöz hasonlóan itt is kicsit előtérbe helyezném a három fő ilyen szereplőt, minél több élethelyzetben és párbeszéden keresztül bemutatnám őket, a saját nézőpontjaikat is, illetve azt, hogy mások mit gondolnak róluk. Fontos hangsúlyt kapnának például a vágyaik és a félelmeik, hogy minél jobban tudjanak azonosulni velük a nézők. Ettől függetlenül nyilván nem minden csak a várfalakon belül történne. Természetesen a harcokról ugyanúgy érkeznének hírek, meg egy-két jelenetet kaphatnánk is a csatákból is, de a főhangsúly itt inkább az egész konfliktust kirobbantóinak a szemszögére helyezni. Ezzel szembeállítva pedig láthatnánk egyrészt az átlagemberek reakcióit, akik ünneplik -e gond, és a királyok reakcióit, akik kevésbé. És itt még jobban kiemelhetnénk Harent, aki hatalmas ütközetre készül, és ezért el is kezdi felkészíteni a seregét, és nyilvánvalóan nagy jelentőséget kapna, hogy próbál szövetségeseket is szerezni, mert látja, hogy egyedül azért nem sok esélye van. Valamint már itt megalapozhatnánk a későbbi problémákat, például a korábban neki esküdtevő lordokkal. A részvége pedig Egon koronázása lenne. A negyedik részben láthatnánk Harent találkozóját a Lannisterekkel, illetve a további készülődését, fegyverkezését, akár pár más szereplő kiemelését is, közöttük több szeretni való, akár katonát, akár valamilyen vezető alakot, akikkel jobban tud azonosulni a közönség, mint Harennel, hogy minél erősebben üssen ez az egész konfliktus. Egonik hódítása pedig folytatódna, láthatnánk, ahogy a sereg több felé válik, ugye egy szárazföldi és egy flotta részre, a szárazföldit Otis és Renisz vezetik, még a flottát Viszenya kíséri. Ez a kettévállás nagyon jó lehetőség, hogy Viszenya és Renisz még erősebb karakter vonásokat kapjanak, és jobban megismerjük őket. Illetve Egont is láthatnánk, hogy készül Harenhal bevételére, valamint az egész ütközetre. Az ötödik résznél három fronton az ütközeteket és a problémákat emelném ki, itt megint a harcoké lenne a főszerep, de ugyanolyan fontosak a reakciók is, mert komoly veszteséget szenvednek itt Egonék is, de Heren is, aki itt veszíti el a két fiát. Úgyhogy ilyen szempontból elég erős érzelmi töltete lenne az itteni reakcióknak. A hatodik részben láthatnánk a harcok hatásait egész Feszterozva nézve. Ide kerülne például az, hogy mások is elkezdenek fellázadni, és másokat is megtámadnak. Például nagyon gyorsan belene mutatva a vihar véget járt kalóztámadások vagy a darni zavargások is. Ezek túl nagy jelentőséget nem kapnának, csak szimplán azt a funkciót látnák el, hogy Westeros más területein is láthassuk hogy komoly következményei vannak a hódításnak. És ide tartozna már sokkal nagyobb részben az, hogy Haren ellen is felkeltek a sajátjai közül is többen, akiket Lord Edmund táli vezetett, aki ugye esküdtett a Targaryen háznak, ezt a példát pedig többen követték, ez az egész pedig jelentősen csökkentette Haren katonai erejét, és ezért be is zárkozott a kastélyába, amit ugye bevehetetlennek gondolt. A rész közben megérkeznének Egonék is, aki megteszi az ajánlatát, hogy ha Haren térdet hajt, életben marad mindenki, de ugye Haren ezt durván visszautasítja, Egon pedig megfenyegeti, hogy véget fog érni a vérvonala, és ezután nagyon hosszú percekig láthatnánk, hogy a katonák erre hogyan készülnek a kastélyon belül, érződne egy nagyon kényelmetlen várakozási időszak, és ezért is lenne fontos, hogy néhány katonát jobban megismerjünk eddig az eseményig, mert így az ő aggódásuk, az ő pánik helyzetük sokkal jobban ütne a nézőknek, mint hogyha most találkoznánk velük először, és akkor látnánk, hogy készülnek arra, hogy mikor és hogyan csap le a sárkány, és amikor már azt hiszik, hogy nem fog jönni az egész, akkor megérkezik Egon és Balerion, akik felégetik a várat. A hetedik rész elején láthatnánk a Hárenháli romokat, és ahogy Egon kinevezi Edmund Tallit, illetve még ebbe a részbe kerülne Price és Argyllak az arrogáns ütközete, de nyilvánvalóan a megszokott módon itt is rendkívül fontos lenne, hogy a Hárenháli eseményekre a többi királyságban hogyan reagálnak, főleg éjszakon. Dettől de függetlenül most kifejezetten nem hanyagolhatóak el a harcok sem, mert itt láthatnánk az egyiket a kevés ütközetből, ami nem igazán egyoldalú. Rész odáig jutne el, hogy Oris megnyeri a csatát, és ő válik végúrává. A nyolcadik rész rendkívül nagy hangsúlyt fektetne a stárkokra, és hogy hogyan látják az egész kialakult helyzetet. Komoly viták lehetnének, akár házon belül is, hogy mit és hogyan kéne cselekedniük, de ugyanez megjelenhetne más házaknál is. Több nagyobb esemény is volt mostanában, nagyon sok harcot kaptunk, úgyhogy a rész első fele mindenképpen a politikai és katonai tervezésekre és vitákra épülne, illetve közben összegyűlne a két király által vezetett 55 ezres sereg is, akik meg akarnák állítani Egont, és az ütkezetet is láthatnánk. De, de hogy kicsit érdekesebb legyen, itt sem főként a harcra koncentrálnánk, mármint nem csak arra, hanem egonék nézőpontjából az égből követhetnénk az eseményeket, így egy kicsit különlegesebb lenne ennek az egésznek a megjelenítése. Illetve nyilván a végén lecsapnak a sárkányokkal. A kilencedik részben a harcok következtében a lemondásokat láthatnánk, illetve azt, hogy Torán Stark megindult. Itt is ki tudnánk emelni a csatára való készülődést, és azt, hogy a két oldal hogyan készül ezekre, illetve fontos lenne, hogy Egonhoz hasonlóan Torren szándékai és végső döntése se legyen egyértelmű a nézők számára. Szóval ez egy harcra készülő, feszültséggel teli epizód lenne, ami ott csúcsosodna ki, hogy Torán és Egon találkoznak, és itt kerülhetne először megemlítésre az egész jóslat, itt már nem csak utalgatnánk rá, hanem konkrétan Egon elmondhatná, hogy mit látott pontosan. Tényleg azért gondolom ezt fontosnak, mert nem látok mást, ami meggyőzhetne egy Starkot arról, hogy feladja észak függetlenségét. És a jóslat hatására Toren is hajt Egon előtt. Emellett pedig még a rész elkezdi felvezetni a Dorni eseményeket, egyrészt Dorn felől, másrészt Visenya szemszögéből. És akkor a tizedik részben Egon, Visenya és Renis ismét három felé válnak, itt a főfókuszt a Dorni események kapnák, mármint a rész elején, arra kihegyezve, hogy Dorn, mivel tudta elérni, hogy megtartsa valamennyire a függetlenségét, még láthatnánk, hogy a másik két frontvonal azért jóval sikeresebben alakult. A rész első fele ezt a három szállat mutatja be, majd dubrunk három napot, ahol Egon tényleges koronázását láthatjuk mint a hét királyság uralkodója, ezután pedig kapnánk pár jelenetet még, ahol kijelöli a királyság új székhelyét is például. A koronázást úgy képzeltem el, hogy két vonalon futna az egész, láthatnánk a helyszíni eseményeket, ami rendkívül nagy, rendkívül ünnepélyes, mindenki egont ünnepli, ő is boldog, az emberek is boldogok, szóval mindenki pozitív dologként fogadja el az ő koronázását, még néha erre rávágva láthatnánk a háború hatásait, láthatnánk például Harenhal romjait, ahogy még kvázi mindig olvad a kastély, láthatnánk az elpusztult területeket, akár a sárkánytűz, akár a harcok következtében. Úgy képzelem el ezt a jelenetet, mint a keresztapában, amikor a templomban esküdtez, és közben láthatjuk, hogy nem túl keresztényi dolgokat is elkövet. A lezáró képsorokban pedig egyértelművé tenném, hogy Egon látó, rengeteg utalást kapnánk a Targaryen ház jövőjére és az éj is. Először csak a közeljövő eseményeire utalnánk, mint például a sárkány uralkodására, de eljuthatunk akár Daenerysig is, viszont nagyon fontos, hogy tényszerű eseményeket nem látna, mindenre csak utalást kapnánk, amik szabad értelmezés kérdései is, szóval nem tudná pontosan, hogy mi fog történni, csak kap egy lehetséges értelmezést a jövőből. Szóval egy összegzésként én valahogy így képzelném el ezt a sorozatot, teljesen más lenne, mint a trónok harca, vagy akár a serkányok háza, mert sokkal több harcot kéne itt megmutatni, hogy igazán átjöjjön az egész esemény monumentalitása, és pont ezért így is kéne szerintem reklámozni, hogy egy tíz részes epikus esemény sorozatot kapnánk, mert hogy akkor az én változatom egy évad lenne és tíz epizód. Biztos, hogy szét lehetne jobban húzni, és akár két-három évadot is kisajtolni ebből az egészből, de szerintem így hatásosabb lenne. Rendkívül, költség, rendkívül költséges dolog, de sokkal hatásosabb lenne, hogyha tényleg kapnánk egy 10 héten keresztül tartó tényleges és nagyon látványos esemény sorozatot. Viszont tényleg attól függetlenül, hogy a harcok nagyon fontosak lennének, a karakterek is ugyanekkor a fókusz kéne, hogy kapjanak, mert azért csak a trónak harca világában játszódik ez a sorozat is, így méltónak kell lennie az eredeti sorozathoz ebből a szempontból is. Szóval akkor én így képzelném el az Egon sorozatot, kommentek között beszélgessünk arról, hogy ti milyen módon valósítanátok meg a sorozatot, vagy hogy mit gondoltatok az én változatomról. Köszönöm szépen, hogyha végignéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, hogyha más módon is szeretnétek segíteni, akkor ott van lehetőségnek a csatornatagság, ha pedig nem szeretnétek lemaradni semmilyen videóról, akkor iratkozzatok fel és nézzetek vissza máskor is, mára viszont köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan folytatjuk, sziasztok!